Kedves vendégeink, tisztelt emlékezők! Szombathely megyeugóváros nevében köszöntöm Önöket a Turba 150 emlékév nyitó rendezvényén, egyben az aranyvitézség éremmel kitüntetett katonák leszármazottjainak találkozóján. Szombathely a katonák védőszentjének, Szent Mártonnak szülővárosa. Ezért, mint nagy múltra rendelkező katonaváros, szívesen fogadtuk az ötletet, hogy a városhoz köthető császári és királyi 83. gyalogezrednek és legendás parancsnokának, Turba József ezredesnek alakja előtti emlékévvel tisztelődjünk. Fontosnak érzem hőseink emlékének ápolását azért is, mert mindig érdekelt a történelem, gyerekkoromban sok háborús történetet hallottam családom idősebb tagjaitól, de most a déli városrészen is mindig megemlékezünk saját hőseinkről. A sok évtizednyi kényszerű hallgatás után vonta, hogy lakókörnyezeten múltbeli elhallgatott eseményei iránt is érdeklődőek lettünk. Mint a Gyöngyös Hermán Szentkirályi városrész képviselője, személyesen is érintett vagyok, hiszen ennek az emlékévnek a keretében március hónapban felavatjuk Szombathelyen az egykori gyöngyös szőlős felújított hősi emlékművét a szőlősi Jézus szíve templom mellett. Amiatt is különösen fontos ez az emlékév, mert hőseink iránti tisztelet egy olyan nevelő erő, amelyből minden generáció hazaszeretetet, kötelességtudatot és hazánk iránti feltétlen elkötelezettséget meríthet. Örülök, hogy vendégeink és a szervezők személyében ezek elkötelezettjeit köszönhetjük nálunk Szombathelyen. Köszönöm, hogy meghallgattak. Most felkérném Sásdi Imre alezredest, a 84. Popr Emil területvédelmi zászlói parancsnokát, mondja el az emlékévet megnyitó ünnepi beszédét. Tisztelt emlékezők! Mint a 83. Popr Emil területvédelmi zászlói parancsnoka köszöntöm Önöket a Turba 150 emlékév nyitó eseményén. Ami elmúlt, nem mindig a múlté. Néha messzire kihat a jövőbe. Vas Albertől származó idézet kívánkozik ezen emléknév megnyitó eseményére. Azt gondolom, mi katonák Vas megyében szerencsés helyzetben vagyunk, mert kiemelkedően aktív a katonai hagyományőrzés, valamint hadtörténelmünk iránt több civil szervezet is elkötelezett. Amikor a tavalyi év végén Fülöp Andrással, aki a Turba 150 év főszervezője, beszélgettünk arról, hogy 2022-ben milyen évfordulók lesznek, akkor már pontosan tudtam, hogy a Lehár 140 emlékév után a császári és királyi 83. gyalogezredről is méltó módon kellene megemlékezni. Szükségesnek tartom, hogy Vas megyében a megemlékező rendezvénysorozatba a területvédelmi zászlóa is bekapcsolódjon, hiszen mégiscsak az egykori gyalogezred hadrendi számát viseli, illetve névadója, Popr Emil, a császári és királyi 83. gyalogezred tisztje volt, ráadásul tiszti aranyvitézségi éremmel is kitüntették. Az emlékévet a Szent György Lovagrend és a Grádics Egyesület már évekkel ezelőtt előkészítette, amikor Kelet-Galíciától az olaszországi Piave folyó partjáig bejárta a 83. és 106. gyalogezred harcainak szintereit és katonatemetőit. Ott voltam, amikor 2019. október 12-én az olaszországi Fossata Maggiore-ban átadásra került felújítása után az az emlékmű, amely a császári és királyi 83. és 106. gyalogezred hőseinek állít emléket. A tavalyi esztendőben pedig Babos Sándor őrnagyúrral megkoszorúztuk Kosztelnajburgban a Lehár 145 emlékév keretében báró Lehár Antal ezredes sírját, aki a császári és királyi 106. gyalogezred parancsnoka volt. Miért emeltem ki ezt a két eseményt? Azért, mert a civil kezdeményezésre létrejött szoborátadásba és a tavalyi Lehár 145 emlékév szervezésébe a honvédség is bekapcsolódott.
A 83. területvédelmi zászlóhely részvétele az emléktábla átadásokon, könyvbemutatókon, előadásokon mind azt mutatja, hogy a hősök iránti tisztelet, a katonatörténelem megismerése fontos a zászlóhely számára. Annyi szállal kötődünk mi katonák a múlthoz, hat történelmünk egy-egy fejezetéhez, illetve utalhatnék a mostani rendezvényre is, amikor az emlékév megnyitása után az első világháborúban aranyvitézségi éremmel kitüntetett katonák leszármazottainak találkozója lesz. Összekapcsolódik a múlt, a jelennel, az egykori vitézek, az utódaikkal. Gondolataimat szintén Vasa Alberttől vett idézettel zárom. Mert élek én, ha törten is, ha vérben is, ha görcsben is, még ha utolsó is vagyok, kit az özönvíz meghagyott, de a harcot végigharcolom, és a lobogót megmarkolom. Köszönöm megtisztelő figyelmüket. Felkérném Wolfgang Wilberger ezredest, az osztrák Fekete Kereszt burgeni tartomány vezetőjét emlékező gondolatainak elmondására. Sehr geehrte Teilnehmer an dieser Gedenkfeier aus Anlass der Eröffnung des Durbar-Jahres 2022. Tisztelt 2022-es Durbar-Emlékév megnyitása alkalmából rendezett megemlékezés jelenlévő résztvevői. Vorerst möchte ich mich bei den Initiatoren für dieses Gedenken, namentlich bei unserem Freund Philipp Andrasch, bedanken dafür, dass wir gemeinsam über die nunmehrige Grenze hinweg dieses österreichisch-ungarischen Offiziers, Oberst außer Dienst, Josef Durbar, in würdevoller Weise gedenken können. Mindenekelőtt szeretném megköszönni a megemlékezés kezdeményezőinek, nevezetesen Fülöp András barátunknak, hogy határon túlról is méltó módon megemlékezhetünk erről az osztrák-magyar tisztről, Turba József nyugállományú ezredesről. Eine ganz besondere Note erhält diese Veranstaltung durch die Teilnahme von Nachkommen von Soldaten der ehemaligen Regimenter 83 und 106, die für herausragende Tapferkeit ausgezeichnet worden waren. Ich darf mich noch danach persönlich bei Ihnen bedanken. Az eseménynek különleges színezetet ad, hogy az egykori 83-as és 106-os ezred kiemelkedő bátorságét kitüntetett katonáinak leszármazottjai is részt vesznek benne. Személyesen is szeretne köszönetet mondani nekik később. Nun möchte ich noch kurz auf den Lebenslauf von Oberst Durbar eingehen. Josef Durbar, geboren am 13. Mai 1872 in Triest, wurde 1892 aus der Technischen Militärakademie als Leutnant zum Pionierbataillon 1 ausgemustert. Später absolvierte er den Generalstabskurs und wurde ab 1900 inzwischen Hauptmann als Lehroffizier in Wien eingeteilt. Most pedig röviden ismertetni szeretné Turba ezredes önéletrajzát. Turba József 1872. május 13-án született Triestben. 1892-ben szerelt le a Műszaki Katonai Akadémiáról az egyes úttörő zászlóhaj hadnagyaként, később elvégezte a vezérkari tanfolyamot, és 1900-tól ekkor már századosként Bécsbe vezényelték tanítótisztnek. Ab 1912 wurde als Major zum Infanterieregiment Nr. 82 Ergänzungsbezirksee Kai Udvarhely transferiert, mit welchem als Bataillonskommandant in den Ersten Weltkrieg zog, wo zeitweise auch schon als Regimentskommandant fungieren musste. 1912-től őrnagyként került a 82-es számú gyalogezredhez, ez a Székely-Udvarhelyi pótkerület volt, amellyel zászlóhajparancsnokként vonult be az első világháborúba,
ahol egy ideig ezredparancsnoki teendőket is ellátta. Ab 1917 wurde dann als Kommandant unseres K&K Infanterieregiments Nr. 83 eingeteilt, mit welchem sich und diesem Regiment bei der Verhinderung des russischen Durchbruchsversuchs bei Batkow im Sommer 1917 hervorragenden Ruhm verschaffte. Ezután 1917-től a királyi és császári 83-as számú gyalogezred parancsnokává nevezték ki, amellyel 1917 nyarán a batkói orosz áttörési kísérletnek megakadályozásával kiemelkedő hírnevet szerzett magának és az ezrednek. Später an den italienischen Kriegsschauplatz verlegt, führte als Oberst das Regiment im Sommer 1918 am Piave-Fluss mit großer Umsicht und Bravour. Dort kämpften die 83er im Verband mit dem K&K-Infanterieregiment Nr. 106 unter Oberst Lehár. Később áthelyezték az olasz hadszíntérre, ahol ezredesként 1918 nyarán a Piave folyónál nagy körültekintéssel és bravúrral vezette az ezredet. Ott a 83-as gyalogezred közösen harcolt a 106-os számú gyalogezreddel, amely Lehár ezredes vezetése alatt állt. Besonders hoch aber ist ihm als Kommandant anzurechnen, dass in den letzten Kriegstagen seine Soldaten unter ständigen Kämpfen vom Feind lösen, somit deren Kriegsgefangenschaft verhindern und sie heil und gesund in ihre westungarische Heimat zurückbringen konnte. Parancsnokként azonban külön elismerést érdemel, hogy a háború utolsó napjaiban képes volt katonáit leválasztani az ellenségtől, így megakadályozva, hogy hadifogságba kerüljenek, és biztonságban visszahozta őket a nyugat-magyarországi hazájukba. Nach dem Krieg lebte Oberst A.T. Turba in Wien, wo nach einer schweren Krankheit am 2. Mai 1932, also vor 90 Jahren, starb und am Döblinger Friedhof zur letzten Ruhe gebettet wurde. A háború után Turba, mint nyugalmazott ezredes, Bécsben élt, ahol súlyos betegség után 1932. május 2-án 90 éve halt meg, és a döblingi temetőben helyezték örök nyugalomba. Dankeschön. Köszönöm. Köszönöm Kelemen Lászlónak, az Alsőri Média és Információs Centrum igazgatójának a tolmácsolást. Az első világháború arany vitézségi érdemrenddel kitüntetett katonák leszármazottainak találkozója következik. Ilyen rendezvényre Magyarországon még nem került sor. Felkérném Fülöp Andrást, a Turba 150 emlékév főszervezőjét és a találkozó megálmodóját, hogy ossza meg velünk személyes gondolatait. Tisztelt vitézi leszármazottak, tisztelt megjelentek! Amikor a héten minden leszármazottat felhívtam telefonon, hogy a mai napot lepontosítsuk, akkor többen megkérdezték, hogy András, kell-e vinni valamit a rendezvényre, esetleg koszorút, virágcsokrot, mert ilyen eseményen még nem voltunk. Nem is tudtam mit mondani, mint hogy ilyen eseményen még én sem voltam. Rendhagyó alkalom a mai, hiszen ilyen összejövetel Magyarországon még nem került megrendezésre. Jó magam, közel 7 éve foglalkozom az arany vitézség éremmel kitüntetett katonák kutatásával, illetve itt említem meg Szekér Imre Tibort, az alai Zalaszántói Lokálpatrióta Egyesület elnökét, aki feleségével és csapatával 14 éve kutatja a nagykanizsai császári és királyi 48. gyalogezred történetét és vitézi éremmel kitüntetett katonáit. Egyébként egy jó ideig a 83-as gyalogezred harmadik zászlóaljában harcoltak, a 48-as gyalogezred első zászlóalja. A feladat nem volt egyszerű a kutatásban, ugyanis egyrészt a vitézi rend dokumentációjának jó része megsemmisült a II. Világháborúban, másrészt az adatok, melyekből dolgozunk, néha pontatlanok, sok esetben 80 évvel ezelőtt keletkeztek. A vitézek a két világháború között a társadalom megbecsült tagjai voltak, többek között az ő kérges kezeik építettek egy új Magyarországot a trianoni ország csonkolás után.
Majd a II. Világháború után ezek a dicső férfiak az istentelen kommunista rendszer ellenségei lettek, sokat magukkal együtt megalázták őket, elvették mindenüket, volt, akit a Hortobágyra telepítettek ki. Gyermekeik nem, vagy csak nagy nehézségek árán tanulhattak tovább, életük családjaikkal együtt sokszor teljesen ellehetetlenült. Talán a mai esemény időpontja sem véletlen, hiszen tegnap volt a kommunista diktatúra áldozatainak emléknapja. Azt gondolom, a dicső férfiak emlékezetének őrzésével tartozunk az utókornak. Nehezen haladunk a kutató munkával, direkt többes számot használok, ugyanis 3 ember segíti az anyakönyvek átnézését, adatok gyűjtését. Több ezer anyakönyvi adatnál elég egyszer hibázni, átsiklani a keresett név felett, és mondhatni, sohasem jutunk célba. Itt köszönöm meg áldozatos, önzetlen munkáját Cságoliné Matics Editnek, Kovács Máriának és Sömvejc János barátomnak. Azt szoktam mondani, hogy mi vagyunk azok, akik hidat építünk a feledés folyója felett, és összekötjük a múlt partját a jelenkorral. És ez a kutatómunka, melyet lélekből, megszállottan lehet végezni, és nem korlátozódik csupán a munkaidőbe. Az a kutatásban az egyik legizgalmasabb, mikor is egy-egy vitéz leszármazottaihoz eljutunk. A mai napon itt vannak vitéz Csótár Károly, vitéz Ágoston Kálmán, vitéz Rostapál, vitéz Varga József, vitéz Süle Zoltán, vitéz Gerencsér János, Nádas Ernő Kálmán, vitéz Németh József, vitéz Boros János, vitéz Szilvágyi József, vitéz Fodor István, az olmódi születésű vitéz Horváth István, vitéz Horváth József, vitéz Simon István, vitéz Kárpáti József, vitéz Dubi Miklós, vitéz Török Bálint, vitéz Takács István, vitéz Zalai János, vitéz Vadász János, vitéz Hajmási Lajos, vitéz Dénesi Alajos, vitéz Lendvári György, vitéz Óvári György, vitéz Nagy Sándor, vitéz Tanai János, vitéz Halmos Imre, vitéz Rákosi János és a lengyeltóti illetőségű vitéz Horváth István leszármazottai, s remélem, ez a sor évről évre csak bővülni fog. Az az elképzelése a Szentgyörgy lovagrendnek, a vitézrendnek és az elkötelezett katonáknak, hogy ez a találkozó hagyományteremtő legyen Győr-Moson-Sopron, Vas-Zala és Somogy megyében. Célunk a találkozóval, hogy a vitéz férfiak a magyar történelemben kerüljenek vissza az őket megillető dicső helyre, a vitézi névről pedig lemossa 50 év szennyét, s adjon némi lelki megnyugvást a leszármazottaknak. Kérem, álljunk fel! A harang zúgása most hirdesse a vitézek nagyszerű tetteit, hogy virtus dolgában töretlenek voltak, s esküjükhöz szíven szolgálták szeretett hazájukat, illetve emlékezzünk a háborúk áldozataira is. A harangzúgás után pedig énekeljük el a himnuszt.